Szerényi Gábor tervező grafikus és karikaturista műveiből nyílt kiállítás a Klauzálházban. A lapokból és televízióból is ismert újságíró a 70-es években kezdett el grafikákat publikálni az Élet és Irodalomban, a Világ című heti lapnak és a Magyar Nemzetnek pedig máig munkatársa. A humoros és elgondolkodtató illusztrációk mögötti alkotóval a kiállítás megnyitója előtt beszélgettünk. Az édesapám nagyszerű karikatúrákat készített. Nem volt hivatásos rajzoló, volt benzinkutas, volt főkönyvelő, nagyon szeretett sakkozni, dalköröknek volt tagja, ahol konferált is fellépett. Ezek mind nagyon hatottak rám. Valahogy az is, hogy balkezes vagyok, és abban az időben éppen nem tiltották, és valahogy kitalálták, hogy ó, hát mennyi balkezes művész van, és én is szerettem rajzolni. Úgyhogy tulajdonképpen soha nem is gondoltam, hogy mással foglalkozzam. Tehát elsősorban az otthoni inspiráció, és egyáltalán azt gondoltam, hogy ebben vagyok otthon, ebben a világban. Azt gondolom, hogy ha valaki rajzoló lesz, mondjuk újságrajzoló, én ezt a speciális műfajt választottam, tehát nagyon sokáig például nem is akartam ilyen kiállításokra vinni a rajzokat, mert azt gondoltam, hogy sokkal intimebb közelségbe kerülök a nézőkkel, hogy az újságban ott a rajzom, és azt jó esetben még az ágyba is beviszi magával, és ott nézegeti tovább. Tehát ennél közelebb nehéz kerülni a nézőhöz. Tehát az újságrajzoknál ugye pedig fontos, hogy az embernek legyen egy saját karaktere. És az összes karikaturista, összes újságrajzoló igyekszik kitalálni magának egy saját őrá jellemző stílust, hogy akkor lehessen azt mondani, hogy ó, hát ezt a Fenekovács Laci rajzolta, ó, ezt a Sajdik Feri rajzolta, ezt a Nagy Kajánnak a műve. Mert valóban, hogy két vonalból már lehet látni, hogy ez az ő rájuk jellemző világ, és én is valami ilyesmit szerettem volna. Azt mondják, hogy minden kép, akár festi az ember, akár rajzolja, voltak éppen egy kicsit önarckép, bármit is ábrázol, bármi is a témája a műnek, mert hogy egy kicsit saját magához formálja az ember. Úgyhogy abban bízom, hogy nekem is az idők során sikerült, mint talán itt ezen a kiállításon is látható. Egyrészt vannak ismétlődő motívumok, olyan rajzi megoldások, amik talán kifejezetten rám jellemzőek. A kiállítás a Petőfi Tej nélkül címet kapta, nem véletlenül, hiszen a képek nem csak a grafika különböző eszközeit hívják segítségül, ha a fehér falat, vagy éppen a betévet szemlélődő napját akarják színesíteni. A szójátékok itt életre kelnek a papíron. Egyszer lerajzoltam csak úgy magamnak egy ilyen szkafanderes figurát, aki vagy egy mélytengeri búvár, vagy egy asztronauta, tehát olyan hasonló, a nagyon fönt és a nagyon lent, ez a védőöltözet. De mikor ez elkészült, nem túlzok, vagy éveken keresztül, ezt csak úgy félretettem, mert most mi ebbe az érdekes, hogy különösebben semmi. És akkor rájöttem, hogy de valamit kellene a kezébe adnom. De mit adjak a kezébe? És egyszer csak beugrott az, hogy van egy ilyen csíkos nyakkendő mániám, bár nagyon ritkán hordok nyakkendőt, de nyakkendővel szeretek foglalkozni, és ennek a szkafanderes figurának a kezébe berajzoltam, hogy fog egy nyakkendőt. És arra gondoltam, hogy most ez lehet, hogy ez egy nagyon nagy marhaság, semmi értelme nincsen. Amikor egy-két kollégám azt mondta, hogy hú, de irigylem tőled, hogy ez milyen jó ötlet, hogy sok mindent el lehet képzelni egy ilyen szkafanderes figura kezébe, de hogy nyakkendőre nincs szüksége, az biztos. De hogy pont egy ilyen végletes dolgot, és tehát így arra próbáltam most példát mondani, hogy olyasmit társítani, ami egyébként az életben, hogy külön-külön mindegyiknek van egy hagyományos, szokványos helye, de ha összetesszük a kettőt, akkor valami különösség jön létre. Na most ezekkel szoktam kísérletezni, hogy különböző tárgyakat is összerakok. Így jött például a körző sorozatom, ami ugye nagyon adja magát, hogy a fiókban mindig ott van a körző, és az nagyon hálás dolog lerajzolni a külön kis részleteit, a tű, amivel be kell csavarni, és azon úgy el lehet bíbelődni. És egyszer arra gondoltam, hogy hát szokták mondani, hogy a kör négyszögesítése. Hoppá, hát akkor a körző négyszögesítése, és akkor így a négy darab körzőt úgy összeraktam, és akkor ezután jött tulajdonképpen egy ilyen sorozat, hogy az ökörző, amikor az ökörnek a szarvai körzők,
akkor csőrző, egy madárnak, hát ez egy kicsit horrorisztikus, futurisztikus, hogy úristen, szegénynek a csőre helyén egy körző van, de csőrző, tehát a szójátékként is stimmel. És van egy olyan is, még ebben több is van, de még egyet mondjak ebből a sorból, a francia kör, ami szívet jelent. A kör, coe úr, ugye így van francia úrban, hogy szív alakúra meghajlítom a körző szárait, akkor tulajdonképpen egy kicsit kell hozzá tudni franciául, nagyon kell tudni magyarul, és hát akkor így összeáll a körző így is. A groteszk és humorral tűzett illusztrációk megalkotása azonban nem minden esetben könnyű feladat, főleg ha az irodalmi szöveget hivatottak kiegészíteni. Nagyon sokszor ugye úgy kerülök az újságba be, hogy az adott szerkesztő, a rovatnak, az oldalnak, a szerkesztője elküld nekem egy kéziratot, valaki másnak a kéziratát, és akkor na, ehhez rajzolj valamit. Általában úgy, hogyha mit tudom, hogy nem tudnak fotót kitalálni. Ugye az életem során volt egy-két izzasztó történet, például egyszer egy újságtól, ahol még addig nem publikáltam semmit, megkerestek, hogy a nemrég elhunyt Tamás Gáspár Miklós filozófusnak egy tanulmányához készítsek néhány rajzot, mert a helyi rajzoló, hát nem tudta vállalni, mert azt mondta, hogy ő nem tud hozzá rajzolni. Na most Tamás Gáspár Miklóst én nagyon tisztelem a munkásságát, de nagyon sokszor úgy érzem, hogy nem is értem, hogy úristen, miről ír. Ezzel együtt, mikor megkaptam a kéziratot, elolvastam, hát az első a pánik volt. Ez az egyik doppingszer. A másik doppingszer, aki a sajtóban dolgozik, ugye ez mindig a labzárta, hogy le kell adni az anyagot. Úgyhogy a végén az volt, hogy készítettem egy tucat rajzot, ami végül mind bekerült az újságba, meg is jelent, itt néhány oldalt egyébként ezen a kiállításon meg is lehet nézni ebből. És ilyenkor azt mondom, hogy itt remélem, hogy nem csak én érzem úgy, hogy ez jól sikerült, nem csak a szerkesztő, az nyilván úgy gondolta, hogy ez jó lett, mert végül is közölte a rajzokat, de talán az olvasó is, amikor olvasta ezt a tanulmányt, akkor nézhette, hogy hát milyen érdekes, hogy nem is az, hogy ilyen leltárszerűen, hogy milyen motivumokról beszél a szerző, hanem valahogy annak a lelkületét megragadni. Bármennyi gyakorlatom van benne, én ezt tapasztaltam meg, és most már ugye majdnem fél évszázada dolgozom a sajtóban, tehát elég nagy praxisom van, és több ezer rajzom jelent meg különböző újságokban. Mindig, minden egyes alkalommal egy izgalom van bennem, hogy úristen, ezt most hogy oldom meg? És ez egyrészt nagyszerű, másrészt kétségbejtő, másrészt harmadrészt pedig a kettőnek a keveréke, ami valahogy mint egy jó ösztönző, stimuláló szerként működik a megrendelés. A kiállítás május 4-ig tekinthető meg a Művelődési Központ Véleménygalériájában.